hogyan tudnám kihasználni bölcsen az időmet és lehetőségeimet, nem észnélkül belevetni magamat egy pár kapcsolatba. Hát úgy, hogy nem ész nélkül veti bele magát a kapcsolatba. nem pontosan értem, a, nem pontosan értem a, a kérdést, mert ugye az időmet, az időmet, ugye minden azt hogy megszentelni az időt, amit Istennel tudok tölteni. És hogy szerintem ez a két kérdés ez nem, hogy mondjam, nem függ egymástól. Tehát az időt bölcsön eltölteni, hasznosnak lenni, az egy dolog, hogy azt hogy tudom megtenni. És mondjuk, hogyha a párkapcsolatra gondolok, akkor én nem mennék el úgy, hogy csak azért megyek el vacsorázni, vagy csak azért megyek moziba, hogy ismerkedjek, és talán ő lesz a potenciális. Talán ő lesz a potenciális a film megyek el, a kikapcsolódás, a társaság kedvér, Elmehetek moziba, elmehetek vacsorázni. És hogy akkor, hogyha ha nekem, nekem abba felüdülök, felszabadulok, jól érzem magam benne, van időm rá, akkor ezt én megteszem. Nem azért, mert potenciális jelöltjeim vannak. Ha nem ismerem a másikat eléggé, fenntartásaim vannak, de csak azért, hogy ne legyek egyedül, ezért nem mennék bele egy kapcsolatba se, mert egy rossz kapcsolat rengeteg gyötrelmet tud okozni rengeteg fájdalmat okoz, aki házasságban élt és elvált, az tudja nagyon jó, hogy ez, ez, ez rengeteg sérülést okoz, olyat, ami, ami amikor a gyere nyugodtan, vagy házasságról van szó. <SIL <SIL <SILEN> és hogy a, a tudod, amikor ő, ő, egy rossz házasság, ami nagyon megvisel, ez olyan, mint amikor az embernek kiveszik a tüdejének a felét. Lehet úgy is élni, csak semmit nem tudsz ma úgy csinálni, mint előtte. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy én azt jól megválasztanám, hogy kivel. És ezeket a legfontosabb az Istennel való kapcsolata. A legfontosabb, hogy milyen mély elkötelezett Istennel.